Egy férfi sétál a Tolna megyei főügyészség épülete előtt Szekszárdon. Ez önmagában nem különös viselkedés, ám a járókelő határozott szándékkal érkezett a helyszínre. Eltervezte ugyanis, hogy kárt tesz az ingatlanban. A férfi ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség rongálás miatt. A vádirat szerint az elkövetőt még 2010-ben megrovásban részesítette a bonyhádi járási ügyészség. A vádlott 10 év elteltével sem tudta elfogadni az ügyészi döntést, ezért amikor 2020. októberében Szekszárdon járt hivatalos ügyeit intézni, elhatározta, hogy bosszút áll az ügyészségen. A gépkocsiából magához vett egy fekete festékszórót, ezzel a főügyészségnek az épületéhez ment, és lefújta a Tolna megyei főügyészség feliratot, az állami címet és a biztonsági kamerát is. A biztonsági kamerák rögzítették egyébként a férfinek a cselekményét, így röviddel a történtek után sikerült őt azonosítani és gyanúsítottként kihallgatni. A férfi több mint 80 ezer forint kárt okozott az ügyészségnek ezzel a cselekményével, így a magatartása rongálásvédség megállapítására alkalmas. A férfit egyébként zaklatás miatt részesítette meg rovásban a bonyhádi járási ügyészség 2010-ben. Emiatt fújta le a festékszóró szprével a Tolna megyei főügyészség kameráját és tábláját. A rongálás vétségéért 1 év szabadságvesztés szabható ki a törvény szerint. Mivel azonban az elkövető beismertetettét és konkrét bizonyítékok is rendelkezésre állnak az ügyben, a pécsi járási ügyészség büntetővégzéssel pénzbüntetésre tett indítványt.